Én mindig kíváncsi vagyok a kezdetekre is, és te hogy emlékszel vissza, hogy hogy indultál el? Mikor volt mondjuk dobverő először a kezedben? Nekem ilyen a halvány kósza emlékeim vannak, ilyen foszlányok, de ezt már nagyon régen tervezem, hogy egyszer anyával leülök és megkérdezem tőle, hogy hogy volt, hogy valami ilyesmi emlékeim vannak, hogy voltunk valami családi rendezvényen valahol, vagy vala szerencsén uh -huh. volt valami, nem tudom, hogy milyen rendezvény, és hát nekem a családban is sok zenész volt, és a nagybátyám is dobolt, apu is dobolt, és volt ott egy dobszerkő, és valahogy oda keveredtem a dobhoz. Beültem, és így konkrétan így, így ment, és, így és, és, és nem, nem, nem hittük el valami ilyesmire emlékszek, és akkor Innen innen, innen innen, jött az egész. A ment az mit jelent, hogy már rögtön egy kísérletet játszottál? Valami vagy... ilyesmi volt, igen, ott volt egy ilyen tánzenét játszó vendéglátó zenekar, és beültem is, mert nem is emlékszek valami valami bigint vagy valami ilyesmit játszottunk, és beültően beültem, beültem aztán, aztán így ment. Ugye ott több hangszer volt a színpadon, volt -e esetleg a dobfelszerelés mellett más is, ami vonzott akár kölyökként? Nem, vagy. nem. Tehát abszolút, e, akkor egyértelmű volt a válasz? Egyértelmű volt, mert ugye otthon nekem volt mindig egy dopszerkomerapokám dobolt. Uh -huh és ez adott volt, hogy, hogy odaültem, oda ha kellett, hanem. Aztán ez nyilván átfordult később egy, egy, tudatos. Hány éves voltál ekkor körülbelül? 8, 9, 10, <laughs> valami, valami ilyesmi lehet. Arra, hogy milyen hangszer volt, arra emlékszel, milyen színű. Először egy apuval át tapétázott, ugye akkor nagyon divat Persze. volt, azt hogy megvettük a tapétát, neki volt egy taktondobja, és hozzáteszem, az egy nagyon jó hangszer volt. <laughs> akkor egy amáti pergő volt hozzá, és a mai napig van például taktom meg egy trova, cínálványom is, ami ott Mivel van, ez elvar, emlékből, Emlékbe, de emlék? tökéletesen működik aha, a mai aha, napig egyébként. Méretekre emlékszel? Vagy Nem. fontos volt-e az, hogy... Aha. Nem. Az Nem. hogyan alakult ki, hogy ma, csak ugrunk egy nagyot az időben, aztán majd Igen? visszalépünk, hogy ma pont ezeket a méreteket használod. Igazából az van, hogy nagyon sok sokfajta zenét játszok, uh -huh. nagyon-nagyon sokrétű az, az a zene, amiben nekem helyt kell álljak, úgymond ez most kicsit furcsa megfogalmazás, de, de nagyon sok sokszínű zenét játszok, és gyakorlatilag, amit itt látunk, ez egy ilyen úgynevezett poppos session, session, session kit, ami itt van. Igazából a méretek úgy alakultak, hogy nekem mindig van egy, egy hangszer dalom a fejemben, hogy a zenei mondatoknak a végén az hogy fog megszólalni, és nekem ez így, ez így, így, a, így, a, saját, saját agyam által, saját inspirációk, által, amikkel, már úgy saját inspirációk, hogy amikre én figyeltem, vagy akiket hallgattam, így valahogy kialakult egy a fülembe vagy a fejembe, és ezt, és ezt, ezt én így, így, így vetítettem át a méletekre. Később még beszélünk erről a hangszerről is majd de hogy vissza a gyerekkorodra, ott milyen zenéket kezdtél el hallgatni? Mondtad, hogy az első ritmus az talán egy big-in volt. <laughs> igen, egy bigin volt, aztán onnantól kezdve nekem van egy képszakadásom, mert nekem akkor ez a, ez a, villamossági szereléses dolog, ez nagyon az egész gyerekkoromat meghatározta. Minden szétszedtem, mindent összeraktam, kisebb-nagyobb sikerekkel. De igen, mondtad valahogy műszerész akartál Igen, lenni. én kicsi gyerekkorom óta nekem ez volt az agymenésem, hogy én műszerész, villamossági műszerész akarok lenni. Ez úgy. Háttérbe szorult, Hát, háttérbe szorult, de sem mondanám, mert a zene mindig ott volt mellettem, meg az életemet végkísérte, de ugye picit háttérbe szorult, és uh, utána valahogy így a jazz, így a jazz így elkezdett, már nagyon-nagyon gyerekként. Hát ezek szerint fiatalon pici, igen. Fiatalon elkezdett engem tartunk. vonzani, és a, az első dobtanárom Morlicki Gyuri, aki aki nagyon nagy hatással volt rá, mint emberileg, mint szakmailag. Ő ilyen második apám volt, már, már pici gyerekkorom óta szárnyai alá vett, és, és ő, ő másolgatott le nekem kazettákat. És Steps volt, amit elkezdtem hallgatni először, és az első nagy nagy löket, az pedig a Denis Chambers in the volt. És nekem Chambers... úgy is, hogy én <laughs> Jó lenne. <laughs> jó lenne, úgyhogy nekem, nekem Aha. ő volt az első ilyen nagy inspiráció. Volt sárga dobod? Sárga dobom nem volt. De Há, akkor ugye... neki se volt. A Chambersnek akkor Későbben. nem volt. Neki kedileg blue pörje volt akkor az in the lemezen, és nekem azóta nagyon-nagyon jó az a szín. Az jó az a szín. Onnantól kezdve elindult egy tudatos gyakorlás, fejlesztés. Onnantól kezdve elindult egy olyan történet, hogy a Szerencsi Zenéskolába engem fölvettek, és akkor én akkor elkezdtem ott a teljes zene élet, életbe bele Uh -huh. belefolyni, bele folyni, szokásos, körök, fúvózenekar, fúvózenekar, volt, akkor a zeneiskolás, nem tudom hány évet elvégeztem, csak is, a éve. o, csak is csak doboltam, vagy? meg doboltam is ott, már amikor én bekerültem, akkor felvettek ilyen, ilyen stílusú zenéket, és én már ott doboltam teljesen. Tehát, hogy az egy, az egy iszonyatosan jó korszak volt, és nagyon sokat tanultam belőle, és nagyon-nagyon ott is, a, ott is nagyon, nagyon jó emberek voltak. Ekkor volt Ekkor voltál tizen? Körül, ugye, hát itt 14-13 valami ilyesmi lehettem, körülbelül. Igen, igen. igen. Hogy emlékszel, akkor mennyit gyakoroltál? Vagy... Akkor nagyon sokat gyakoroltam, ugye akkor otthon éltem szerencsén. Amikor, amikor amikor tudtam, ott ültem a dobnál, folyamatosan. Uh -huh. Folyamatosan, és akkor vettük, anyáik vettek, akkor vették meg nekem életem első normális hangszerét, az volt a neve a New Sound. Uh -huh. Sose fogom elfelejteni, egy busszal hozták le nekem abbaig, feljöttek Pestre, akkor még finkei volt talán a úton, jól mondom, akkor még nem éltem Pestre, és akkor kaptam meg az első fekete Newsand, remó bőrök. De azt te választottad, vagy éppen ami a boldog? Azt volt? kiválasztottuk neten. Valahogy így a Gyurin keresztül ide telefonálgattak, és akkor akkor jön, interneten valahogy megnéztük valahol, ezek is már ilyen, ilyen foszlányok, foszlányokban vannak a hazai zenészek közül kikre emlékszel elsőként, akikkel már nem csak úgy kerültél kapcsolatba, hogy hallgattad őket, hanem elkezdtél játszani velük. Tehát mikor kezdtek el téged hívni, felfedezni a fúvós zenekar után, akár szerencsen, akár már Budapesten? Szerencsen, szerencsen úgy kezdődött el ez az egész, egyébként, amikor úgy komolyabbra fordult a dolog, hogy volt egy zenekar, Midnight Blue nevezetű zenekar, uh -huh. ahol akkor a Varga Feri dobolt és énekelt. Aki most a Balási Betty Így férje. van, így van, akivel a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Nekem vele volt az életem első ilyen komolyabb zenekara. Uh -huh felhívtak egyszer, hogy a Feri előre, előre, szeretne jönni, a dob mögül nem csak énekelni, illetve hogy, hogy nem egyszerre szeretné csinálni, hogy dobol énekel, nem előre szeretne jönni énekelni, és egy dobost keresnek, és hogy lenne kedvem. És akkor nekem ez, a, ez, a, ez az úgymond rendes zenekaros dobolás, nagy, nagy színpados történet, akkor így kezdődött el ez az egész nekem. De akkor már ti viszonylag nagyobb nézőszám előtt játszottatok. Persze, az hát nem akkor egy kis így a... volt. Nem, nem, volt, nyilván játszottunk kicsi klubokba is, de azért de, de a gitáros rác szervezte a bulikat, és azért akkoriból már játszottunk nagyon jó helyszíneken, Miskolci Egyetemi Napok azt hiszem volt sárospatakon, voltak ilyen kollégiumi hetek, vagy valami ilyesmit, és nagy, 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 színpad, nagy színpadok, nagy cucc, uh -huh. nagy dobszerkó. Jó, az egy, az egy nagyon, nagyon szerencsés időszak volt, mert hamar belecseppentem ebbe az egészbe, uh -huh. hogy, hogy hogy is működik ez. Oké, okay, de ez még mindig szerencsem volt. Ez szerencs. azon a, mikor Így volt az a pont, hogy elköltöztél Budapestre, és ott mi történt, vagy minek hatására lépted meg ezt a lépést, vagy ez, hoztad meg ez, ezt a döntést? Ez, ez, ez úgy történt, hogy én Miskolcról felvételiztem a Miskolci Bartók Béla Zeneműszeti Szakközépiskolába, ott két évet jártam, és két év után kerültem fel Budapestre szintén Orlis Kigyuri segítségével a Jávori Vili bácsi, az Kőbányai Zenestúdióba, ami hát hogy is mondjam, a mai, mai világban is az egy oltári dolog, de de az akkor, abban az időszakban ez egy zenésznek, egy ilyen, ilyen habitusú zenésznek és egy ilyen hozzáállású zenésznek, amilyen én vagyok, vagy én voltam, és uh -huh. még nagyon sok mindenki más, ez egy iszonyatosan nagy dolog volt, hatalmas, uh -huh. óriási. Hát gyakorlatilag szerencsről Budapesten bekerültem a, a nekem világsztárok közé. Tehát megérkeztem az első nap az ínyitóra, vagy a beiratkozásra, vagy már nem is tudom, Igen. és akkor jött a Babos Gyuszi bácsi szembe, jött a Póka, a Halász János, a Fekete Kovács Kornél, a, a Maró Zoli, most nem akarok kihagyni senkit, de, de, ráos, de te. hogy, tehát és, így, és így, én így kerültem fel, és ott még volt egy olyan csavar a dologban, hogy felvételiztem, fölvettek, de csak várólistára. Azt mondta nekem a Vili bácsi, hogy oké, lacikám, tök jó minden, de várnod kell sajnos. Betelt a, a, a gyerek hóta, ugye mindig megvan, világos. minden évben megvan ez a hóta, hogy hány gyereknek lehet lenni, de hogyha valaki kiesik, akkor jöhetek. És akkor örültem is, meg szomorkodtam is, ez volt hétfőn, felültünk a vonatra, hazamentünk, otthon voltam egy két hetet kb, nyilván doboltam, akkor is zenéltem, minden, és egyszer csak érkezett a telefon hogy jó napot kívánok, Jávori Vélé vagyok, és én megüresedett egy hely, és lehet költözni. Úgyhogy azonnal segítettek, sose fogom elfelejteni, Csepel végállomáson volt a kollégium, az iskola hmm. köbányán, ugye napi két óra BKV-zás. Úgyhogy így. De erről az időszakról is mesél, indik. mert akkor azért viszonylag, mondhatom, gyorsan bekerültél a körbe. Nagyon, hát ott ott, ott nagyon fölgyorsultak az események. Ott ugye belekerültem egy olyan rezgésbe, meg egy olyan mozgásba, amire mindig is vágytam, és hát szerintem nagyon sok mindenkinek ez vágya nem csak dobosnak, hanem zenésznek, hogy ebbe az egész, bizsergésben az egész bizsergésbe benne legyen, hogy minden nap úgy keltem fel, hogy bármi lehet. Ültem bent kőbányán szokás szerint a dobterembe, doboltam, és egyszer csak benyitott a babos gyuszi. Most hívott a falusi Mari, padödőbe zenekart keresnek, mentek. Szolj el a Donátnak meg a Norbikának, szedjetek össze a zenekart, holnap meghallgatás, pénteken buli. Elvállaljátok? Hát mondom, persze, Gyuszi bácsát nagyon szépen köszönöm, persze, hát nekünk ez egy óriási dolog volt, meg minden. Bekerültünk pénteken a zenekarba, és hát nem akarok nagy számokat mondani, én úgy emlékszem, hogy ez egy hat vagy hét évig ez ment. Uh -huh. És akkor, amikor a padödő ment, akkor utána a következő telefon az volt, amikor a Suli Baros lakásba, ebben most nem megyek bele, aki majd meg fogja ezt nézni, azt tudni ezt fogja. Tudni, okay. Baros utcai lakásba ültem a kádba, és felhívott a Babos Gyuszi bácsi, hogy új zenekar csinál, ez volt hétfön, Szerdán lenne egy nagyon gyors összejátszó próba, és azt hiszem, hogy csütörtöki nap volt. Az évet már nem mondom meg, de azt tudom, hogy a Dunán volt ez az Örömzene jazz fesztivál. És én ott pont láttalak téged. Egy Sőt, Egy Pontosan így van. Egy én hangon ott hangon láttalak játszottam. téged először. És nekem hát, konkrétan két nappal előtte hívott fel a Gyuszi Bács, hogy jönnék az zenekarba, és ez lenne a, a, a beugró bulim Nem de de tudom, hogy meg... volt 20 ezer ember igen. a parton, vagy valami De azt lesz. azért meg kéne említeni, hogy te a Borlai Gergő után érkeztél. Én a Gergő után a... Azért mentem, az... igen, még ott voltak. Igen, a Gergő, a Gergő az egy másik formáció, és ott még előttem azért voltak voltak különböző formációkkal. Az Olajkabi is a Zsolti tanáról is dobott meg minden, és akkor a végére ez, ez így alakult ki, hogy én lettem. A Hás Viktor volt, a Szakcsirobi, a Nika és Gyuszi bácsi. Azért elég komoly nevek után ültél nagyon, be a Nagyon, hát figyelj, ez, 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 nekem ez nagyon, nagyon, nagyon kemény volt. Magas, eset, ugye? magasan volt a léc, hát Nagyon majd. magas, alapból nagyon magas volt, alapból Gyuszi bácsi miatt is magas uh -huh. volt a léc, és hát ugye ez egy teljesen már páratlan zene, Tányér repcsizős, nyolcados zene, tehát hogy nem sok közön volt haza, és én, és én azért ezzel, ezzel, akkor én nagyon sokat, tehát ilyen tizen órákat leültem a, a kőbányai zenes akkor a, a kőbányai sulinak a kis laktunk, majd ezt is fogják tudni, ez, ez azoknak... <laughs> akik oda jártak, hogy Így van, és én, én ültem lent és fejtegettem, hogy 11 8 11 negyed 7 8 9 8 ugye ez egy másik fajta Ugye a Gyuszi bácsi műsorban volt ilyen, már akkor egy picit popposabbra uh -huh. vett jazzes történetek, és volt ez a nagyon, nagyon páratlanos népzenei world musicos történet, ami nekem akkor az egy nagyon nagy falat volt, és nagyon nehéz volt, nagyon nehéz volt, de, de, de nagyon, nagyon sokat foglalkoztam vele, aztán a végére kialakult egy olyan hogy ez már ment, hál' Istennek. Mi az a néhány tulajdonság, amivel ha Balog Lacit le kéne írni, mint ember, mint dobos, azt sokan tudjuk és halljuk. Szóval szerinted mik azok a legfontosabb tulajdonságaid, amik téged idáig juttattak? Ezt most nekem kell megmondanom? Hát ezért kérdezem Nem tőled. Így cse, hát ez nagyon rossz. Most én kérdezek tőled. Hát én nem egyszer. tudom, hát ezt nem, ezt nem, nem tudom, ezt nem tőlem kellene megkérdezni. De te Ön... hogy érzed, hogy hogy mi az a néhány tulajdonság, ami miatt te most Nem, Én tartasz. azt érzem, hogy engem szeretnek, tehát, hogy okay, nekem nem, nagyon ha, kevés ellenség. Mi szerethető benned. Mi szerethető benned nem, nem tudom. Talán az, hogy megbízható vagyok. Tessék, már megvan. Nem kések, mindig fel vagyok készülve, legalábbis magamhoz képes, próbálok mindig az időmhöz képes, mindig százszerzelékosan megérkezni az adott pontra így a dobolásomra talán most így annyit tudnék mondani, hogy talán, hogy ilyen úgy hívjuk mi ezt így a szakmában, hogy nagyon nagy ilyen tűzoltó vagyok. Tehát, hogyha felhívsz engem reggel, hétfőn, hogy, hogy holnap délután el kell menjek, lejátszak egy 30 dalos műsort, most mondok valakit a K-perzé okay. zenekarral, akkor én úgy fogok oda menni a bulira, hogy azt, 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 a helyzethez képest megpróbálom százszerzelékosan megcsinálni, és én folyamatosan ebbe vagyok. Okay. És, és, talán ez, ez ami, amit így erősségnek mondhatok. Talán, de... Okay. Mennyit játszol egy hónapban? Egy hónapban nagyon változó. Most, most azt veszem észre, hogy a szezonok kitolódtak egy picit, így a tél felé. Tehát, hogy, hogy konkrétan most is már látom, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy december-januárban például több bulin van, mint júliusban. Amit megmondom őszintén, hogy nem nagyon bánok, mert így tudok egy picit a családdal is foglalkozni, meg, meg most így ború minden, mert általában az volt, a nyáron sok menés, télen gyakorlás, tanítás, ugye kőbánya, stb. 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 És, és most azt veszem észre, hogy így, így, így hónapról hónapra, illetve évről évre, így a hónapok tolódnak, uh -huh, mindig a szezonális uh -huh. dolgok. Ugye decemberben nagy koncertek, arénák, csarnokok, színházak, lemezbemutató koncertek, ugye nyáron meg a fesztivál szezon van. Ezt is számszerűsíteni nem tudom, nagyon változó. Hát rengeteget stúdiózol. Nagyon most is hál' itt Istennek, a... igen, ez, 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 ez nagyon fontos. Panóniában kaptalak a -e? Így van, hogy ez, ez, ennek nagyon-nagyon örülök. Hogy ugye volt egy időszak, amit én észrevettem, hogy, hogy régebben nagyon-nagyon sokat jártam stúdióba és ugye mióta bejött ez a nagyon digitális világ, azóta, azóta ez már nem nagyon van. És viszont most azt veszem észre, hogy az élő zene is sokkal jobban divat lett. Az utóbbi időben nagyon sok koncert van, rengeteg zenekar, látjuk a felületeken, mindenki nagyon sokan megy, aminek én nagyon tudok örülni. És a másik dolog az, hogy visszajött az, hogy Stúdióba élő emberekkel, élő hangszerekkel följátszatják a lemezt. Uh -huh. És ennek én nagyon örülök, és ennek nagyon nagy követe vagyok, hogy ez, ez legyen így. Ha már a beszélgetést úgy kezdtük, hogy a Steps Ahead kazetta nagyon sokat változtatott rajta, lenne-e ma egy olyan álomcsapat, akár már nem muzikusokkal, muzsikusokkal, akiket összerántanál, és akár itt a panóniában veled játszanának, akár hazaiak, Külföldi. akár külföldiek. Álomzenekar? Aha. Amiben természetesen te dobolnál. Hú, hát ez nehéz kérdés. Vagy ez néznéd olyan. a ez, ez fú, hát nyilván, persze. Egyébként igen. Egyébként igen, nekem ezek nagyobb vágyak, hogy, hogy én csak ott lehessek. Uh -huh. Tehát, hogy nekem... Na de kivel Nekem... Nem, mondom őszintén, vagy... lehet, hogy gyerekként gondolkoztam ilyen, de, de én mostanában annyira, annyira nem, nem, nem ilyenbe vagyok, tehát hogy nem, nem tudom. Uh -huh. Ez nagyon nehéz. Ez nagyon, a Viktor Bélivel nagyon szerettem volna játszani. Ő nekem nagyon nagy vágyam volt, aztán egyszer majdnem össze is jött, aztán nem jött össze, de, 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 de ő volt, aki, aki talán a Viktor Béli, a Viktor Béli, Markus Millert nagyon szeretem. Én baszgitár őrült vagyok, jaj, tehát jaj, hogy aha. én a mai, mai, mikor zenét is hallgatok, a dobosokat, nem is foglalkozok, de a baszgitárosokat nézem meg, az angolistákat. Aha. Magyar palettán, ha úgy mondjam, vagy okay. hazai palettán, nagyon szerencsés vagyok, mert. Hát mégis mert, mindenkivel játszottál. Mindenkivel vagy éppen játszottam játszol is. már, úgymond úgymond énekessel, énekessel, zenészsel, szólist, szólistákkal, mindenkivel. Tehát, hogy nekem ilyen szempontból is nagyon szerencsés vagyok, hogy, hogy úgymond a poppos vonalon is nagyon. Széles palettán lévő emberekkel játszottam, és úgy a jazz, jazz világában is nagyon. Tehát hogy mindenki, mindenkit ismerek, mindenkivel napi, napi kapcsolatban vagyok, nagyon jó kapcsolatot ápolok mindenkivel, és ez a mai napig is megmarad, hogy egy picit azért mindig próbálom a jazzt az életemben valamilyen szinten bent tartani, például a Szökenikékkel, most járok megint egy ideje a Szökenikének az új projektébe, úgyhogy, úgyhogy nagyon. Ne, bonyolult, bonyolult, okay. bonyolult. Ha már itt az előbb álmok kapcsán külföldi zenészek is szóba kerültek, hogyan jöttek neked a külföldi endorzer kapcsolatok? Itthonról lesz nagyon nehéz magyarországi bázisú embernek ezt elintézni. Most ezt nem tudom, hogy ez így kicsit durván fogalmazva, nem, de tűnt. ez van. Tehát, hogy nem fogok mellé beszélni, ez egy nagyon nehéz dolog ezt így itthon elintézni. Hál' Istennek nagyon, nagyon sok segítségem volt akit most nem fogok megnevezni, de ő tisztában van mindenkivel, akit, aki, aki nekem segített, és ők nagyon tudják, hogy én mindenkinek nagyon hálás vagyok. Ez gyakorlatilag egy 5-6 éves folyamat volt. Nyilván itt is vannak rang, van egy rang amit ki kell járni. Nagyjából azt hiszem, hogy egy két évvel ezelőtt év sikerült megkötnöm úgy a Gevával a, a, a szerződést, hogy egy, egy nemzetközi artist endozeri szerződést. Akkor ugye kaptam egy PDP Concept Maple hangszert, ami, amivel amivel elkezdtem is, és most nem olyan régen megérkezett ez a szépség, és a a Pálysz a, a cintányérok pedig úgy érkeztek, hogy a, a, a fontrét hangszer jó voltából, uh -huh. a csiderkacsik segítettek nekem, és azóta ez már ez is nemzetközi, nemzetközi szintre fellett terjesztve, úgymond húzva. húzva. Magamnak jártam ki, e-maileztem, uh -huh. telefonálgattam, segítséget kértem, akkor utána nem jött össze, akkor, akkor megint egy kis ilyen szomorkodás. Ah, akkor most mi lesz, akkor izé, ah, jó, akkor jó, megyek játszani. Ma is akkor valaki mindig tolt egyet rajtam, például te is voltál, hogy felhívtál, hogy csinálja már, mert ézélen, így tolták, tolták, és egyszer csak úgy jöttek ki a rezgések, hogy, hogy egyszer csak megérkezett az az e-mail, hogy akkor tessék. Felkértek, okay. Van-e van valamilyen félelmed, mint magánember, vagy mint zenész? Félelmem? Aha. Nagyon fáj a kezem. Oh nagyon fáj a kezem, ez, ez, ez sokszor megijeszt. Sokszor meg pont most, pont mostanában van egy olyan történet, hogy a 3-as, 4-es, nagyon zsibbad. Eddig így a buli végig, buli végig bírtam, és akkor kezdett ez zsibbadni, de mostanában sajnos, sajnos így a harmadik, negyedik dalnál is már elkezd, és most keresgélem a pozíciókat, hogy mi lehet a baj, megjárok járok orvosokhoz. Ez, ilyen szakmailag félelmem nincsen. Tehát én soha nem voltam egy ilyen, egy ilyen hú, hogy jönnek a dobosok és az újak. Engem ez nagyon inspirál. Én ezt imádom, ha jönnek a fiatalok, úgy, úgy, mint öregek is. Én imádok öregek között lenni, beszélgetni, tanulni. És, és nekem az is nagyon egy inspiráció, hogy bemegyek az iskolába tanítani, jön egy kisgyerek, be, bejön, és olyan dobol, egy elájulok. És így elteszem a naplót, és úgy de jó, csinál. Tehát, engem ez, én ezt nagyon szeretem a fiatalokat, hogy, hogy engem ez nem zavacs, hogy lesznek jobb dobosok vagy én, én, én csinálom a magam, Vagy nem, rend, engem ez, nem. is. de, én, de én, én, alapból ilyen beállítottságú vagyok. Tehát mm -hmm. most a zenédez kivetítő, én ugyanúgy hallgatok nikkelbeket, utána meg meghallgatok egy petmenten élem ezt, és folynak a könnyeim. Tehát, hogy, hogy, én nagyon ilyen, ilyen szempontból, én nagyon ilyen, ilyen nyitott vagyok, vagy nem tudom, hogy mi a jó szó, hogy, mm -hmm. hogy, soha nem voltak ilyen szakmai félelmem se, hogy aki tudja, hogy, hogy miért hív engem el, azt én tudja, hogy mit tudok nyújtani. Tel Aha. teljesíteni, vagy nyújtani ha meg nem, akkor megvannak a más, más, más mindenki emberek. De, 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 így azt veszem észre, hogy a fesztiválon, hogy összeszaladunk dobosokkal, vagy valami, hogy annyira örülünk egymásnak, hogy nagyon kevés. Nagyon, ezt is, ezt is így, így, látom, hogy ez tök jó fejlődik, uh -huh. hogy egymás között a dobosok nem, nincs ez a szakmai féltékenység. örülünk egymásnak, örülünk, örülünk, a másik, másnak a, 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 a sikereinek. Aha. Még egy utolsó kérdés, mielőtt a hangszeredet bemutatjuk és dobolni is fogsz rajta, hogy van-e valamilyen gyakorlási szisztémád akár, amit te mindig követsz, vagy akár tanácsolni is tudnál? Én nem is gyakorlási szisztémát tanácsolnék, hanem hogy nagyon sok zenét kell hallgatni. Uh -huh. Nekem nekem az a, az a nagyon jó gyakorlás, hogyha folyamatosan zenét hallgatok, és azt látom hogy a fiatalokon, különböző fórumokon, hogy keresnek olyan, olyan alapokat, ami nincsen dob, és akkor hogy, hogy, hogy tudjanak gyakorolni, és én azt mondom, hogy nyugodtan doboljanak a felvétellel. Uh -huh. Nem mm -hmm. baj, hogyha van, hogy tudod. Nyilván ez függő, de hogy de hogy nyugodtan, nyugodtan. Tehát felvételeken muzsikájának együtt, és hogyha az már megy, akkor ne egyedül gyakoroljanak. Ha tehetik, akkor mindig vagy egy baszgitárossal, vagy egy kis trióba, Izenek vagy valami ilyesmi. És a másik nagyon fontos dolog, hogy metronomra gumilapoznak, akkor ne lassítsák és gyorsítsák a tempót, hanem ha elkezdtek egy 110 akkor azt tolják X ideig, állj, és úgy emeljék meg. Tehát, hogy ne legyen ez a ezeket, a. ezeket a mostani metrom Applikációkat felejtsék el, hogy ez a lassulós, meg ez a gyorsulós, mert ez tönkreteszi a gyerekeket. Uh -huh. A tempót. A tempót. Valami, valami, valami ilyesmit tudok okay. talán javasolni. Na, nézzük meg a hangszeret. Oké. Okay. Milyen fából készült, milyen méretek? Ez egy DV Performance hangszer, ez egy maple, maple dob. Uh -huh. Ugye most ez a setup, ez úgy van, hogy 8x7 10 x 12x9, 16x14, 22x18, ez egy ugyanolyan DV Performance hozzá való 14x5-ös. vagy 5 Ez ötös pergő, okay. ez pedig egy PDP koncept maple a fénypergője, uh -huh. amit én ezt inkább ilyen bal, bal pergőnek használok, ugye itt van rajta egy ilyen Denfer. denfer bal szóval. ballad ballada pergő, ugye azért é, van jó. bal oldalon. Igen, igen, ez egy ilyen leengedett, Lehangolt. leengedett mépergő. Divi 9000 XF lábgépet használok, uh -huh. ugye ez a longboardos, igen. és Divi 9000-es Rex van hozzá. Eléggé feltűnő, hogy most ezt a Color használod. Miért pont a pirosat, és hogy Igen, használtál e mást? Igen, más igen a, a ugye ez most jött be nem olyan rég a Remónál ez a, ez a és a, a, cég küldött nekem egy szettet, hogy próbáljam ki és teszteljem egy kicsit, és írjak róla egy picit, hogy mi a véleményem. Megmondom őszintén, hogy nagyon kellemes csalódás, uh -huh. nagyon jó. Én egyébként a, a Black cabonikat használok már nagyon, nagyon hosszú ideje, a lábdobon pedig fehér P3-asokat szoktam használni. Most ez egy picit még nekem is új, egy picit még barátkozni kell vele, de nagyon, nagyon, kezelhető hangja van a bőrnek. És miért pont a piros? Jól mutat a fehér. Jól dobon. mutat a fehér dobon. Mondtad, hogy a Black ez egy picit vastagabb, ugye? Elvileg méret tetszeni nem, de érzetre nekem egy picit, 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 vastagabbnak tűnik meg, egy picit ilyen attakosabb a hangja, uh -huh, uh -huh. ennek egy picit nekem lágyabb a hangja, viszont ez is nagyon jó kezelhető bőr, úgyhogy most, most barátkozunk vele, ez a második stúdiónapon vele, úgyhogy, úgyhogy kíváncsi vagyok a végeremény, mert az első, első tapasztalatok nagyon jók. Jó. Egyébként feltűnt, hogy nem is használsz olyan nagyon sokat, manapság azért rengeteg dobos körbe pakolja Igen, akár. én megmondom őszintén, én nem voltam soha ilyen, ilyen nagy cuccos, ez a, ez a három felső egy oldal is, ez egy ilyen, ez egy ilyen másfél éves játék nekem. Előtte én általában két felső egy oda, vagy még annyi se egy felső hmm. egy oda, sőt lábdopergő. Tehát, hogy én, én nagyon ilyen kis, kis, kis voltam. Aztán most jöttek az életem olyan produkciók, ahová, ahová kellett. kellett. Cintányérok terén én soha nem voltam ilyen, ilyen, nagyon, sok, nagyon sok cintányér használó. Én nagyon ilyen funkciós vagyok, tehát hogy én mindig válogatok mindenből, van egy halkapszettem, van egy hangosabb szettem, van egy nagy színpadosszett, van egy kis klubosszett. Ez most Úgyhogy a stúdió szert? stúdiószerű szerű ami, ami viszonylag univerzálisabb, nyilván poposabb. Például ez egy 13-as Dark Energy lábcím. 602-es formula, őt nem kell bemutatni, akik a pályszintányérok a képben vannak, ők tudják, hogy ez a kolajuta, a, kolajuta a féle pársz, szinten, Így van. Igen. Van egy hatos kápcsájmom, amit megmondom őszintén, hogy soha nem használtam, amióta a ha pályás. Olyan kicsi, hogy alig találom. Ami olyan, nem, hanem előtte soha nem volt kápcsájmom, Aha. és az ott annyira beépült, hogy ha már nem viszem, akkor, akkor már Hiányzik. szólnak, hogy, hogy hol a kápcsájmom, hol a gyerekeket hát hozom. Úgyhogy ez ő. Ez egy 22-es Dark Energy Ride. Amit, ami már kettes, 22-es Dark Energy Ride, amihez van nekem egy már egyes 21-es ráidom is, uh -huh. ez, a, ez az ennek sokkal sötétebb verziója, még picit ilyen jazzesem. Nagyon szeretem azt is, ez is nagyon jó. Pont ott, ott szól a kúp hang, hogyha megütöm az oldalát, ott robban, ahol én szeretem, addig tart a hang. Úgyhogy ez, ez, ez egy nagyon-nagyon jó hangszer. Ez egy 17-es Pice Masters Dark Crash, ami egy picit-picit robbanékonyabb, koszosabb, dárkosabb hang, ez pedig általában így a, így a mondatok végén szoktam használni, ez egy 18-as Dark Energy Crash, ami egy picit ilyen fényesebb, uh -huh. fényesebb történet, ami általában a, 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 így, a, így a zenei mondatok végén szoktam használni. Tehát én próbálok inkább mindig ilyen muzikalitás muzikálisabban összeválogatni a szandokat. A hangszerről még annyit, hogy, hogy, hogy tipikus dívi hangzás, aki úgy ismer ezeket a hangszereket, annak sokat nem kell erről beszélni. Nagyon jó kezelhető hangszer. Nekem van erre egy mondatom, mindig azt szoktam mondani, kérdezik, hogy milyen a hangszer, hogy én azt szoktam erre mondani, hogy olyan a hangszer, hogy úgy szól hozzám vissza, hogy hozzászólok. Könnyen lehet rajta halkan játszani, könnyen lehet rajta hangosan játszani. Nagyon széles spektrumú stílusban lehet vele, lehet vele dolgozni, és hát ez a szín, ez, ez, hát ez nekem... Igen, ez... ezt akartam mondani, legutolsó sorban gyönyörű szép Igen, is. ennek az a színe, hogy White Marine Pearl. Gyönyörű dolog. White Marine Pearl. Akkor mutass rajta valamit. Jó, ja, oké. Okay. Call got now.